Jó reggelt kívánok mindenkinek! Május 2-án kedd reggel. Mai reggelim, kérem szépen. Volt már ilyen reggelim. Nagyon finom Tesco-ba szoktam venni, ha hozzájutok. Szombaton Tesco-ban voltunk bevásárolni fiammal. Kérem szépen! Baromi finom. Meg nem tudom, ez egy csirke mellek vannak benne ilyen mátásban. Egy elképesztően jó, fantasztikus kiránduláson vagyunk túl tegnap. Vagy voltunk túl tegnap. Itt, nem messze, Biggleswade, szomszéd városa, London felé, Stevenage. Valaki rá akar keresni, úgy tegye, hogy Stevenage. Az A1-es autód mellett van. Belvin Garden City és Biggleswade között. Van ott egy úgynevezett Knebworth ház. Knebworth egybeírva a V betű W. Keresetek rá Google-ban. Többféle, úgy néz ki, mint egy kastély. Egyébként egy ház volt eredetileg, amit csináltak egy úgynevezett, hát én úgy mondom, egy cifrapalotát csináltak belőle. Egy hatalmas nagy ház volt, amit a tulajdonosa lett az indiai alkirály. Az indiai alkirály az egy talán a király után a második legmagasabb pozíció, vagy rang a brit birodalomban. Talán a miniszterelnöke egyenrangú. India a legnagyobb gyarmat, nem is azt mondom, a legnagyobb gyarmat, mert Ausztrália volt területen a legnagyobb gyarmat, de gazdasági viszonylatban, ahonnan a legtöbb vagyon áramlott Angliába, az mindenképp India. És ez a mérhetetlen pompa, ez pontosan tükröződik az indiai alkirály házán. Több dolog is nevezetes egyébként ez a ház. Ott mondjuk, hogy az india alkirály a háza volt. Amit aztán felöltöztettek az elképzelhető gazdagság minden eszközével kívül belül. Hatalmas nagy park tartozik hozzá, élére vasalt sövényekkel, egy irányba álló fűszálakkal. Tavakkal, sétáló utakkal, mindennel el lehet érteni. És itt rengeteg rendezvényt tartanak.
Garden Show, egy kerti show volt most itten, tegnap, pontosan három nap, szóval vasárnap hétfőn, mi hétfőn voltunk, ahol mindenféle olyan dolgot felvonultattak, amiből egy csodálatos és fantasztikus kertet fel lehet építeni. Négyen voltunk, a feleségem, a fiam, meg filmrendező barátom, Hajdú Rihárd, aki a Digger, az Easy Digger című filmet csinálta, ami azt a filmet, ami rólam szól, azt csinálta, vagy közösen forgatott pontosabban, hát nem, vagy 5 éven keresztül. Ő volt még ott. Tövül jártam a lábamat. Hát, na most se érzem a lábaimat. Annyit sétáltunk a parkba, a házba, leföl, lépcsőn, emelet, leföl. Egy csoda. Egy csoda. Angliában él, hogy itt lejön, és módja van mondjuk autóval, vagy csak autóval lehet oda jutni. Módja van autóval elmenni, tegye meg. Mindenféle rendezvényt szoktak csinálni, most Garden Show volt, de színházi bemutatókat is csinálnak, lesz például a milyen előadást is láttam, hogy most fognak előadni. Na minden majd eszembe jut. És lesz majd az apák napján lovasi torna, lovas bemutató, ilyen vérdben, így ahogy így dárdával mennek egymásnak, akkor mindenféle, hát ilyen férj nyilazás, stb. Lesz oldtimer show a nyáron. Olyan autóka, motorka. Koncertek vannak, volt itt egy koncertet rendeztek, itt az Queen, a Metallica, Anglia a legnagyobb zenetörténeti, ahol a legtöbb ember jött össze koncertre, az ennek a kastélynak, vagy ennek a háznak a parkjában volt. Egy elképesztő nagy területen fekszik az egész, és hát egy nagyon közismert és népszerű hely. Egy érdekes dolgot meg elmondanék, ha már itt tartunk. India angol gyarmat volt. Nem mondom, hogy az angol gyarmat legfényesebb étköve, mert azt már leforgatta magának Hongkong. Az volt angol gyarmat legfényesebb étköve, Hongkong. De India is egy jelentős hely volt, sőt a legjelentősebb gazdasági szempontból. És királynő ottani helytartója az alkirály volt, angolul Viceroy. És egyet tudni kell. India akkor nem úgy nézett ki, most mint, mint most jelenleg, ahogy ismerjük Indiát, hanem
Pakisztán és India egyben volt. Egy ország volt, Pakisztán és India, és még egy kis rész volt még, ami Indiához tartozott, arról mindjárt beszélek, az pedig Indiától keletre esett. De nyugatra Pakisztánban, és a Pakisztán és India az egy ország volt. Egy közös, nagy, hatalmas nagy ország. Legalább kétszer akkor, mint most. Vagy majdnem kétszer. Ez volt a brit birodalom Indiája. Aztán Mahatma Gandhi hathatós közreműködésével kivívták a függetlenséget. India valamikor második világháború után közvetlenül független ország lett. Abban a pillanatban, hogy ez megtörtént, a pakisztáni részen lévő muszlimok módszeresen elkezdték gyilkolászni a hindukat. Szó szerint népirtást rendeztek a békés hinduk között. Ismerjük a muzulmán erőszakos térhódító politikáját. Brutális mészállásokat végeztek a hinduk között. És az ENSZ, az Egyesült Nemzetek Szervezetének a közben járására, ők azt mondták, hogy ezt nem lehet tűrni, hogy ilyen humanitárius katasztrófa történjen Indiában. Kétfelé osztották Indiát, Pakisztánra, pontosabban háromfelé, na és itt jön a csavar, háromfelé osztották Indiát, Pakisztánra, Indiára, és Kelet-Pakisztánra. Ezt ne keresétek a térképen, mert ilyet nem találtam, hogy Kelet-Pakisztán. Ha ilyen néven most jelenleg nincs ország. Ellenben ...1971-ben ez a kicsit is ország, amely Indiától keletre van, a tengerparton lent. Ezt úgy hívják, hogy kivívta függetlenségét, elszakadt Pakisztántól, és úgy hívják ma, hogy Bangladesh. Tehát Bangladesh, Pakisztán, és India valamikor egy ország volt. Egy közös, hatalmas nagy ország. És ennek az alakirája volt, nem volt kastélynak vagy háznak a tulajdonosa. Páncélokkal, melvértekkel, fegyverekkel. Az egész házon leri a
mérhetetlen gazdagság. De olyan mérhetetlen, hogy gyakorlatilag a falat belül soha nem látott sehol, mert vagy gyönyörű szép tölgyfával, vagy fali kárpittal, goblennel, vagy valami hasonlóval van, gyönyörű szép fali kárpitokra van borítva az egész fal, mindenhol, nincs messzelt fal, meg ilyen olyan, nem látod a falat soha sehol, mert valamivel burkolva van, vagy kárpittal, mintás gyönyörű kárpittal, vagy fával. De még a mennyezet is. A falat sehol nem látod. Elképesztő az a gazdaság. A gyerekszoba az olyan, hogy Úristen. De volt itt a szobája a Victoria királynőnek, volt itt a szobája Erzsébet királynőnek, hát ők is lejártak ide. Úgyhogy, sőt ma is, az utódok, az örökösök ma is lakják ezt a házat, ennek a háznak az egyik része, az privát rész, oda nem lehet bemenni, az nem látogatható, az nyilván az a mostani tulajdonosoknak a fenntartott privát lakosztálya. Hatalmas nagy, mai napig egyébként hatalmas nagy személyzet van, amelyik rendben tartja a parkot, nyírja a füvet, a sövényeket, a fákat gondozza, és valamint a házban egy csomó, hát egy nyugdíjas van, akik minden helyiségben, ahol a bet lehet menni, ott figyelnek mindenre, hogy az ott el ne tűnjön valami. Tehát minden helyiségben van egy ilyen múzeumőr, egy vagy kettő, aki elmagyaráz mindent. A könyvtárszobában 4000 kötetes könyvtárszoba van, szóval az egész épületen kívülről is látszik a gazdaság, nem csak belül, tehát úgy fel van, nagyon érdekes, meg lehet venni egy könyvet, ahol az egész ház története le van írva, egy nagyon egyszerű, sima falu ház volt, amit gyakran felöltöztettek egy pompába. Kerubok, kőcsipkék, tornyok, bástyák, amit el lehet érzelni, minden. Mert kívülről fel van öltöztetve. Mérhetetlen az a vagyon, ami a gyarmatokról áramlott Angliába, a mai napig látszik. Tehát bármerre megyünk Angliába, az épületeken mai napig látszik a gyarmati múlt. És az, hogy mi áramlott ide, milyen gazdagság áramlott ide, ilyen, olyan, amolyan módon. Ugye abban az időben a világ legnagyobb vállalata, vagy kereskedelmi egysége az angol királyi társaság volt. Az angol, hogy is hívták őket? Azt hiszem, hogy így hívták őket. Akik hordták a vagyont, a javakat. Hát gyakorlatilag azt kell mondani, majdnem csak elmondhatjuk azt, hogy csak példát mondok, Egyiptom az ugyanis szintén angol gyarmat volt. Hát több egyiptomi emlék van Angliában, mint amennyi maradt Egyiptomban. Hát ha lehetett volna, a piramisot is elhozták volna. Azt tudja, hogy a piramisot is elhordták volna, ha meg lehetett volna tenni. Az biztos.
gyakorlatilag mindent, amit Egyiptomba, ami mozdítható volt Egyiptomba, azt elhozták. Azt elhozták. És az itt van kiállítva. Fantasztikus az egész kert is. Az egyik része ilyen dinoszaurusz partnak van berendezve, ilyen életnagyságú dinoszauruszok vannak elrejtve bokrok között. Nagyon érdekes. Szökőkutak. Patakok, tavak, hidak a patakokon. Elképesztő. És mondom, nem is messze Londontól, 40 km, Londontól körülbelül 40 km északra. Érdemes a megnézni például a Google-ban és a neten, hogy milyen egy hely. Mert a történelme nagyon-nagyon érdekes. Elképesztő nagy zenei fesztiválokat, rendezvényeket csináltak itt. A legnagyobb tömeg, ami zenei eseményen volt legnagyobb tömeg, az itt volt, ezen a helyen. De mondjuk akkor is tehát a kastély környéki mező az olyan is, akkor olyan nagy, hogy ott aztán ott minden elfér. Ilyen Woodstockhoz hasonló rendezvény volt. Itt forgattak rengeteg filmet, például a Király beszéde filmet is itt forgatták. Sőt, a Király beszédének a filmből a kostümök, aki a főszereplő kostümjei, azok ki vannak állítva, hogy ezekben a ruhákban játszották a filmet, a színészek. Úgyhogy ilyenek is vannak például. Csodálatos. Annyira jó volt, hogy eljöttünk, azt mondja, 11:30-re értünk ide, és 4 óráig, 4,5 óráig keresztül csak mentünk, és néztük mindent, mert mindent csak néztük ki a fejünkből, mert az egész parkot bejártuk, a kastélyt bejártuk, aztán a Garden Show-t, a kertészeti virági kiállítást bejártuk. Ami létezik, ami a kerthez hozzá tartozik, és ami a kertet szépé teszi, ízlésessé vagy ízléstelenné teszi, az mind-mind itt felvonult. Az mind itt felvonult. A feleségem vett egy csodálatos szép fémből ilyen kovácsolt vasszerű ilyen virágtartó asztalkát vett. Gyönyörű szép. Fantasztikusan szép. Ilyen, aminek ilyen, mint egy polc, egy asztal lenne, aminek kerete van, hogy a virágra lenehessenek róla, és rá lehet tenni virágra, kültéri, meg ilyen kültéri, ilyen felakasztható virág, hogy hívják ezeket? Kaspó, csak nem cserépből van, hanem fémből, szintén ilyen fémből van, ilyen rustikus, antikolt, úgy mondják, hogy antikolt az asztal is, meg ez az ízésen antikolt, mint ilyen nagyon régi lenne. Fantasztikus dolgok voltak egyébként. Szóval nagyon megérte. Ezt látni kell, ezt tényleg látni kell az ilyet. Úgyhogy ma nyáron talán visszajövünk az autómotor showra, vintage motor showra, ami öreg autók, öreg motorok, az még lesz a nyáron, az arra még vissza szeretnék jönni, hát nincs messze, de majd látjuk.
elképesztő egy családi programnak. Ja, és még van ennek a kastélyszerűségnek egy kicsit messzebb eső része, egy hihetetlen népszerű hely, egy gyerek kalandpark. Ez teljesen külön van attól, ahol a kastély van, de a kastély területén, tehát a kastély területének egy része van leválasztva egy ilyen gyerek kalandparknak, ami egy felturbozott játszótér, iszonyat nagy csúszdákkal, mászókákkal, meg mindennel, várakkal, amit el lehet érzelni, és ami a gyerekeknek szemszáingere. De úgy képzeljétek el, hogy csak egy példát mondok, ez egy bekerített hely, és mondjuk ezen a szombati Bank Holiday-en mondjuk 300 autó volt a parkolójában. Minimum 300 autó. Annyira népszerű. Csak a kalandparkról beszélek. Mert a másik rész, ott meg volt majd 500 autó, ahol mi mentünk. Azon a részen legalább 500 vagy 1000 autó. A ház meg a Garden Show, ami volt. Szóval... Hát igen. Fantasztikus élmény volt. Voltunk már várban, Arundel várában voltunk, ami az viszont tényleg egy vár, annak is épült, nem egy ház, mint ez, egy vár. Jó, annak a kertje szinte semmi, annak nem volt kertje, vagy úgymond egy kicsi is kert tartozott hozzá. Meg a vár is olyan volt, hogy ugyan sokkal több szoba volt benne, mint ebbe, de a szobákba nem lehetett bemenni, hanem csak benézni, egy ajtón keresztül lehetett benézni a szobákba. Itt viszont be lehetett menni minden szobába. Be lehetett menni. Volt egy ebédlő, azt is meg lehet beletett menni az ebédlőbe, ahol középen egy asztal, egy hosszú asztal, egy 10 személyes terítékkel volt megterítve, tányérokkal, poharakkal, stb. De hát a legfinomabb kristály és porcelán, amit el lehet képzelni. A legfinomabb kristály és porcelán. Amit csak el lehet képzelni. Igen. Ez még sokáig emlékezetes kirándulás lesz nekünk, mert ez... Én nem is tudtam, hogy ez Londonhoz viszonylag közel van egy ilyen hely. De úgy jó volt most felfedezni. Na, hát erről ennyit. Ma még nem csináltam egy kapavágás se, itt állok reggel óta. Úgyhogy... Leszem ma valami, egyáltalán tudok-e mutatni valamit, mit csináljak. Kérem szépen, követ várunk, hogy tudjon teríteni, de hegesztő srác jött ki, meghegesztene a kanalat, van rajta néhány jelentéten a repedés, de hogy ne repedjen tovább. Így aztán ő most meghegeszti. Úgyhogy... Itt hegeszt a srác. Hát ennyi volt a mai termés. Azt mondja, most már azt mondja, van lassan dél. Tehát még semmi nem volt. Hát ez van.